A műsor együttműködő partnerei SmartMe Kft., Autona Systems Kft. Kedves nézőink, ez a foci, sport és hagyomány aktuális adása, Szeretettel üdvözlünk mindenkit, aki nézi a műsort, meg aki majd fogja nézni a műsort, és nagy szeretettel üdvözlöm vendégünket, aki nem más, mint Vince Otto, és köszönöm szépen Otto, hogy elfogadtad a meghívást, gondolom, hogy sok érdekességről fogunk tudni beszélni. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, ezért jöttem. Természetesen, és hát ugye ennek volt egy olyan előzménye is, hogy sok mindenről beszéltél, mert a fradi baráti körnek volt egy szokásos havi összejövetele, ahol te voltál a meghívott vendég, és Bálint László, aki nemrég volt itt vendégünk is, ő volt gyakorlatilag, aki meghívott, ott voltunk együtt, és ő a baráti kör elnöke, és ott is egy olyan nézősereg, ha mondhatom így, sereg, inkább így mondom, mert nem csak néztek, hanem kérdeztek is, akik tényleg kifogyhatatlanul tudtak tovább még kérdezni a te élményeidről és a te pályafutásodról. Hát most megint csak ide jutottunk, és azt hiszem, hogy sok mindenről fogunk beszélni, de a legfontosabb, ami talán a legnagyobb élmény volt, amikor a 90-es évek közepén, a Bajnokok Ligája főtáblájára került a Fradi, és itt a csapatnak te nem csak úgy részese voltál, hanem egyik fő részese, mert ahhoz, hogy a főtáblára sikerüljön bejutni, előtte volt még egy olyan mérkőzés, amikor az Anderlecht ellen játszott a csapat, és hát azt sose felejtem el, Brüsszelben, ami volt, és ott sikerült, ott még nem zárta le a dolgokat, mert volt egy visszavágó, de szerencsére sikerült egy döntetlennel megúszni, de Kuntics góljával megnyerte a Ferencváros azt a mérkőzést, és hát örültünk, hogy idegenben már egy núra vezetett a csapat, és hát másnap reggel ott voltunk együtt a reggelinél, és akkor már szolgáltak volna föl, és akkor Novák Dezső, vezetőedző megszólalt, hogy, hogy még ne kezdjetek el enni, mert még az ottó hiányzik. És akkor kérdezték, hogy hát ottó hol van, hol az ottó. És mondta, hogy hát Vince ottó nem sokára érkezik. És akkor volt csak szabad elkezdeni az étkezést, amikor te is ott ültél az asztalnál. Pedig akkor még nem sejtettük, hogy amikor bekerül gyakorlatilag a a Fradi a főtáblára. Az első mérkőzés, idegenbeli mérkőzés Zürichben a Grasshoppers ellen, ott te leszel a főszereplő. És én azt hiszem, hogy talán életed legnagyobb műve alkotása volt, amikor gyakorlatilag 3 0 sikerült megverni egy nívós csapatot, és itt nem akármik történtek, tehát mielőtt beszélnénk róla, szerintem vágjunk be néhány pillanatot, hogy hogy is történtek ezek a megmozdulások. Egyrészt köszönjük meg Isten nyugosztalja Knézi Fantasztikus vagy. aki, aki élete legnagyobb közvetítését gyújtotta ott. Engem nagyját tett. Téged nagyját tett. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, van. hogy, hogy azt mondják így, egy kicsit ugye előzetesként, vagy előadatként, hogy, hogy minden Ilyen riporternek vagy, vagy, vagy szakkommentátornak van egy olyan pillanat a pályafutásával, egy, egy futballistának, vagy egy sportolónak, amely, amelyen emlékezetes marad így az utókornak. Tehát, hogy a Vitrainak ugye az az egérkefél, egérke, amikor leközvetítette 88-ban, vagy hogy mindenkit megkérdezel, akkor azt mondja, hogy igen, nekem ez volt, mm -hmm. és erről emlékeznek rá az emberek akár. Igen. És hát a Jenőnek szerintem, amellett, hogy hihetetlen tartalmas munkássága volt. Szerintem, ha megkérdezik úgy az utca emberét, hogy melyik volt az a közvetítése, ami leginkább megmaradt. Igen. Akkor valószínűleg ez jön majd. Akkor be. most nézzük meg együtt. Nyilas! Még ez is jó! Még ez is! Néztes Lődvárbe! Bent van! Emberek! Vezet a Ferencváros! Bent van! Patusi kapja Nagy Zsolt mellette. Hát a másik oldalra, és nem is rossz Vince Ottónak. Vince Otto még jó a csel! Gól! 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 Óriási gól! 2-0 arányban vezet a Ferencváros. 2-0! Remek a labda, és Vince Otto egy szemtelen, egy pimasz, egy hidegvérű csel, és egy nagyon nagy gól. Kérem szépen, a Ferencváros tartalékosan, és így állunk, védhetetlen. Hát még ha hajdu megfogná. Jakin, Megfogja! Megfogja emberek! Megfogja! Nyilas indul meg előre. Vince Otto jön. Lerántják. Nem lehet lerántani. Ott a csel. Ho -ho! Ho -ho! Ho, -ho! Vince Otto. Hát kérem szépen. Három a magyar igazság. És ez a fiú ma este egy nagy játékos lett. Vince Otto. három 0 arányban vezet a Ferencváros a Grászoper ellen. A legmerészebb álmainkat is túlszárnyalva lerántani sem lehet, megállítani sem lehet, és ugyanaz a Pimas csel, és egy nagyon okos gól elcsavarva a kifutó kapus mellett. Ez a végső pont az íz. Hát ott újfent csak gratulálni tudok hozzá, már mert egy párszor megtörtént, meg a másik dolog az, hogy, hogy tényleg azt hiszem, hogy így együtt megnézni még egyszer, ami történt, nem tegnap volt, de azt hiszem, hogy amíg élünk, addig nem felejtjük el. És a csodálatos élmény volt az is, hogy veletek együtt megoszthattam ezt a menetelést, ami volt ebben, és azt szeretném kérdezni tőled, hogy te a pályán hogy érted meg, amikor gyakorlatilag azt láttad, hogy mint a reménytelen helyzetből, de mégis sikerült gólokat szerezned? Hát egy igaz érzelmi, meg meg minden tekintetben hullámvasút volt, mert hogy a mérkőzés előzményei ehhez tartozik, hogy nagyon sok sérültünk volt, Igen. Hát, hogy alapvetően meghatározó játékosok sora hiányzott a csapatból, és egy elég fiatalított, mondjuk azt, hogy a tartalék csapatból több játékossal kiegészített kerettel érkeztünk meg Zürichbe, egy ilyen esős, borús idő volt, tehát hogy semmi nem uh, mutatta azt, hogy nekünk itt nagyon sok keresni valónk lenne, és, uh, és hát uh, nyilvánvaló, hogy, uh, hogy mi vagy a csoportban ez volt az első mérkőzésünk, és idegenben, ezért alapvetően az volt megbeszélve, hogy próbáljunk helytállni, tehát hogy ne egy nagy lehetőség szerint, ne nagy pofonba szaladjunk bele. És hát aztán ugye a mérkőzésnek voltak olyan döntő pillanatai, amit jól megúsztunk. Tehát, hogy jól jöttünk ki belőle, kapufa volt, nagy helyzetek kimaradtak. Az első fél időben elég nagy nyomás gyakorolt ránk a svájci csapat, tehát a hazai csapat. És aztán a fél időben rendeztük a sorokat. Dezső bácsi elég, elég hogy is mondjam, emelt hangon rázott minket vissza így a valóságba, engem főleg, mert hogy az első fél nem úgy ment a játék, bár mindig el szoktam mondani, hogy mentségemre szólva bal védőt játszottam, mert Igen. hogy nem volt a se a Keller Józsi, se a Kecské Zoli. tehát nem volt bal védőnk. Úgyhogy nekem kellett a bal oldalon védekeznem, soha életemben nem játszottam bal védőt, ráadásul jobb lábas vagyok. Próbáltam megoldani, de hát nem sok sikere. És hát a fél időben ott, ott valami újra így, így, így helyre, helyre, helyére került, és a másik félbe kimentünk, és egész egyszerűen parádéztunk. Tehát utána minden ült, megnyertük a párharcainkat, kialakítottunk kontrákat, az első gól a Lisztes Krisztelné is egy kontrából indult, Igen. és azt vittük végig. A második gól, amit ugye az én első gólom is abból született, és a harmadik is, egy a saját 16-osunkról indult támadást fejeztünk be, vagy fejeztem be, elég szép eltalált lövéssel. Hozzátartozik azért az igazsághoz, hogy az első fél kiállítottak tőlük egyet, ugye a Mácz a svédet, Igen. ami ami akkor nem jelentett nekünk előnyt, mert hogy ennek ellenére beszorítottak minket a kapunk elé, de azért a második fél időben már ki tudtuk használni. Tehát voltak területek, amit így meg tudtunk futni, kicsit szakmailag fogalmazva, uh -huh. és, és, hát a vége pedig is lett. Az biztos. Az biztos, de hát gondolom, hogy mindazok, akik oda nem juthattak ki, és csak televízió nézték, ha mondom így. Hát gondolom, nekik is egy óriási élmény volt mindezeket látni, mint ahogy most visszanéztük. És ebben a visszanézésben is úgy érzem, hogy mindketten elérzékenyültünk. Te elsősorban azért, mert ott voltál, és te csináltad, művelted gyakorlatilag ezt a produkciót, hát én meg az, azért, mert láthattam részese voltam, tehát ez is egy óriási dolog. Volt. Hát közénk tartoztál, tehát ugye ezt szerénkedsz, de ott voltál közöttünk, tehát hogy Igen. Ne is, tehát akkoriban azért a Fradi jellemzően akkoriban, hát most ugye nincs olyan rálátásom a jelenlegi Fradira, de egészen más időszakról meg, meg, meg korról beszélünk, de akkoriban azért, azért az emberek sokkal jobban tudtak egymáshoz viszonyulni, meg, meg fizikailag kapcsolatba kerülni, tehát te azok közé, az emberek közé, támogatók közé, meg fradisták közé tartoztál, akik ott voltak közöttünk nap mint nap. Köszönöm közé. szépen, és a mérkőzés után, itt hadd említsem meg, ugye a bajnokok rigája vonatkozásában az Avanti céget, a főtámogatót Gosszonyi Andrással együtt, aki mindig kérte, hogy hogy most akkor azonnal menjünk be gratulálni az öltözőbe, úgyhogy ti bementetek, de utána következtünk, és végig ment a gratuláció, ha esetleg nem ment úgy, akkor vigasztaltunk, és aztán utána pedig, amikor már lezuhanyoztatok, fölöltöztetek, és nem hazamentetek, akkor mi is tartottunk veletek, vagy a Simonsörözőbe mentünk el együtt, vagy pedig a fradinak a, a klubházába. És hát amíg nem került minden játékos nagy álomba, addig mi is ott voltunk, mert ünnepeltük a győzelmet, és megbeszéltük a múltat. Sőt, mi több, ti is sokszor kikértétek a kívülálló véleményünket, mert kíváncsiak voltatok rá. Hát erről szólt a Ferencváros, tehát én azt gondolom, hogy, sőt a mai napig is erről szólt, tehát amikor én elmez az ember a Népligetbe és találkozik régi barátokkal, régi ismerősökkel, akkor mindig föleveleníti azokat a régi szép időket, és, és én mindig azt szoktam mondani, hogy azért vagyunk szerencsések, mert hogy én személy szerint ezt átélhettem, Személy szerint ebben a közegben élhettem át, amihez gyerekkorom óta ragaszkodtam, hiszen nekem édesapám, nagyapám, mindenki fradista Igen. volt, és nekem ez egy álom volt, hogy egyszer majd a Ferencvárosba focizhassak. Tehát ez is egy, egy ilyen meg, megvalósított álom már realizálódott, és az, hogy én olyan emberekkel tudtam találkozni, akiket előtte csak a tévében meg az újságokban láthattam, aztán, amikor én is befutott játékos lettem, ők megengedték azt, vagy meg nekem azt a fajta bizalmat, erkölcsi támogatást, hogy leülhettem közülük egy asztalhoz, és hallgathattam a sztoriaikat. Itt ugye az aranylabdás Albert Florián, keze Szűs bácsi, Rákosi Gyula bácsi, Nyilasi Tibék, Ebed Lizoli, a Kispogi, Szokolai Laci, Martos Győző, és sorolhatnánk fantasztikus fradisták, fantasztikus részei a magyar futballtörténelemnek. Szóval Azért én egy szerencsés polinak mondhatom magam ebben a tekintetben, és én csak most első szem, első szem, magamról beszélek, de mindannyian, akik ezt átélhetik az én Szerencsés vagy, de azért tettél, és tettetek érte, mert Igen. azért nem akármit produkáltatok. Igen, de megtiszteltek minket ezzel, hogy, hogy, hogy megengedték, hogy akár odaülhessünk közéjük, és azért ez egy nagy dolog volt. Így van. És aztán a mérkőzést követően, hogy sok olyan meccs volt még, ami emlékezetes, de hát végig sorolnánk, vagy beszélnénk róla, akkor holnapig beszélhetnénk. Viszont amiket még érdemes megemlíteni, hogy a következő időkben nagyon sok olyan volt, amikor elmentünk, elutaztunk. Én mehettem a csapattal, a nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy, hogy ott lehettem veletek, azok, akik a siker kovácsai voltatok, és tényleg ott lehettünk együtt, aztán utána még egy-két olyan élmény volt, egy-két olyan látogatás, ahol találkoztunk, amikor kimentem a fradi öreg fiúkkal, voltunk Barcelonába például, ott még, ha jól emlékszem, akkor kijöttél, értünk, és akkor segítettél eligazodni, mert kicsit azt hiszem, hogy a csapat utána Raptibivel én később mentem, és akkor, hogy oda találjunk, segítettél az eligazodásban, és hát aki még egy óriási ö, ö, ember volt, és hát nagyon nagy fradista, Kubala László, Igen. a Kuksi bácsi. Ezt kevesen tudják róla, hogy ő tényleg nagy fradista volt. Ő nagy fradista Tehát, volt. Tehát, hogy ő, ő tényleg a szíve mélyén ő egy, egy óriási fradista volt, és én emlékszem erre az öreg fiúk látogatásra, hogy ennek a, az előzménye az volt, hogy én akkor kint focisztam Barszában a csapatban, és Bodnár Józsi, a legendás Fradi Masször szaká, szaká kijött hozzám Na, látogatóba, igen. több hétre ott volt nálam, nagyon jól éreztem magát, és, és akkor kitaláltuk azt, hogy mi lenne, hogyha a Fradi öreg fiúk csapata uh -huh. kijöhetne. És akkor a Józsi hazament, és elkezdte szervezni, így a a többiekkel, a raptér Martos győzőjék, Igen. meg a többiek, és, és, végül mi meg az Barcelona oldalról tudtuk ezt úgymond Laci bácsinak, hogy a Kuba Laci a segítségével ezt így leszerezni. Ez annyira nem volt egy egyszerű dolog, és annyira kuriózumnak számít, hogy összességében a Barcelona öreg fiúk csapata alig-alig játszik hazai pályán, mert hogy elmennek, és ilyen hakni vagy fellépti meccseket játszva, ugye azokat a bevételeket fölajálják, ha már eltávozott, közülük eltávozott, tehát már nem élő volt játékos társaik vagy tagjaik családjainak. És ezzel is segítik őket, tehát hogy a családtagokat és, és az, hogy a fradi öreg fiúk a barcelonai stadion mellett a mini stadionban igen. játszhatott a barcelonai fiúkkal, az egy kuriózum volt. És az a mini stadion sem volt akármi, azért. Igen. igen. így csodálkoztam. Igen, és, hogy, és, és hát nagy a Laci tehát ott igazi barcelonai legendák játszottak. Ezért a Fladi jó megverte, én nem emlékszem, hogy 5 egy lett talán, és jött a végén Laci és mondta, hogy most már akkor álljunk meg. Mert hogy a Fladi azért egy fiatal csapat, az úrják ott volt a kincses vaniék. Meg hát ugye a, a egy idősebb korosztály, és, és, akkor Laci bácsi a végén szólt, hogy jó, már elég, tehát hogy azért nem, nem szabad ennyire nagy különbségű győzelmet találni mert hogy azért tényleg a barszonoljak már idősebb korosztályt hát ez egy barátsági És történet, egy barátságos meccs volt. Úgyhogy a végén, a végén egy kicsit még ugye föl is jött a Barcelona csapata, hogy ki lehet kozmetikázva a végeredményt, És ha jól emlékszem, akkor utána a csapat nagy része, sőt szervezetten elindult ugye a budapesti vagy a barcelonai éjszakába, és hát ugye hajnalig tartó mulatás kezd, vette kezdetét élükön Laci bácsival, aki Igen. nagyon szeretett mulatni, és nagyon szerette a róla elnevezett káva nevezetű italt, ami, uh -huh. ami ott a Kataloniában a, a pesgőnek az egyik fajta, tehát nem sámpánynak hívják, vagy pesgő, vagy prosecco, hanem úgy kává. És hogy egy ő állt, vagy az ő róla elnevezett ugye felcímkézett italból, kínálta hogy a csapat többi tagját, úgyhogy ez felejthetetlen élmény volt mindenkinek, aki Kim volt, Igen. Hiszen, hiszen azóta sem volt erre példa, hogy a barcelona öregfiúk például játszott volna a fradi Valót vagy akár, ha jól emlékszem, még így sem, tehát hogy, uh -huh. hogy érdekes, de ez egy jó felvetés lehetne akár, hogy megpróbálni mondjuk a Fradi öregfiúkat összehozni a barcelona öreg fiúkkal mondjuk itt egy meccs ennek nem 90... egy rossz ötlet? Igen, tehát ugye 97-ben volt, tehát az már sok-sok éve, mi Igen. lenne, ha megszerveznénk. És amit említettél, hogy ott együtt mulatoztunk utána. Így van. És ha jól emlékszem, akkor együtt kísértük haza, vigyáztunk rá, a Lászlóra, a Kuksi bácsira, <coughs> és segítettünk ott még a lépcsőn is fölmenni Így neki, vagy véletlenül valami baja essék, de akkor is annyira szeretetteljes volt, és szeretetre méltó volt, és együtt hazakísértük, és akkor is Igen. mindent csak köszönni tudott. Holott voltam olyan El voltam ugye a Bernabeu stadionban, voltam a Kampnóban is, de például a Kampnóban, ott abban a pillanatban, hogyha újságíró igazolványomat felmutattam, láttak, hogy magyar vagyok, akkor rögtön mondták, hogy kubala, és akkor bevezettek a legelőkelő helyre, úgyhogy nagy megtiszteltetésben volt részem. Hát ő, őt azért óriási tisztelet övezi még a mai napig Igen. is, tehát ugye az ő létezését meg munkásságát. Szobrot állítottak neki. Többek között, így van. És, és hát azért azt tudni kell, hogy az ő szobra volt az első. Tehát a Kemlóban, tehát addig nem volt szobor. Igen. És mellé tették most a krojfét, és igen. állítólag van még egy hely, ami Na. nagy valószínűség szerint a messi -e lesz. messi lesz, igen. És ugye ebben egy nagyon érdekes, hármas, igen, egy érdekes gondolat van, uh -huh. hogy ha belegondolsz, akkor Barcelonáról beszélünk, a Camp beszélünk, igen. és három potenciális, mert még csak kettő van, de hogyha valóban Messi-nek fölhúznak egy szobrot, igen. mert hogy hát nyilvánvaló, hogy Messi tett annyit a Barcelonájai, hogy akár meg is érdemelheti, akkor három olyan játékos, aki különben nem katalán születésű. Uh -huh. Mert hogy egyik magyar, Igen. a másik holland, a harmadik pedig argentin. Tehát, hogy külföldi játékosok annyit tettek a Barcelonának a, 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 a hírnevér, a sikerességér, hogy szobrot húztak nekik. És Így is van. És hát dolog. tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, akkor eh, Kubalán kívül, még Kocsi Sándor is a Barcelonában. Sőt, Cibor Zoltán Sőt, És Cibor Zoltán is, igen. így van. Tehát akkor gyakorlatilag, és ha jól emlékszem, én rá nem emlékszem, de Szalait is. Igen, műjötték, és ott, ott volt. Csak én nem, igen. nem emlékszem rá. Ott volt ő is, de ugye, amikor így de a nagy magyarokról beszélnek, nagy akkor, magyarokról akkor, akkor erről a hármasról beszélnek Kocsi, leginkább. Kocsi és Kubalat Cibor. Így van. van. Úgyhogy tényleg ez egy fantasztikus dolog volt. És hát nem mindennapi. Úgyhogy ezt, ezt sem szabad elfelejteni. Sőt. És próbáljuk emlékeztetni a fiatalokat erre. Ezért beszélünk Már erről. a nálad is fiatalabb Ezért beszélünk erről, mert igen. Hogy, igen. hogy, tényleg azért a magyar futballnak ezen képviselői nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is olyan komoly nyomot hagytak maguk után, amire, amire még, még mindig, és akár száz év múlva is fogunk emlékezni, ha, ha, ha ez szóba kerül, mert, mert hogy tényleg Laci bácsék, olyan. És különben, ami érdekes, hogy ugye te is mondtad, hogy, hogy ez a, az öreg fiúk találkozott kint, hogy, hogy, az is újfent az bizonyította, hogy azon túl, hogy egy fantasztikus világklasszis futbolista volt, egy világklasszis ember is volt, tehát Abszolút. emberileg, aki nagyon büszke volt a magyarságára, nagyon szerette a magyarokat, nagyon nagy szívvel viseltetett a magyarok iránt. Minden magyarnak Barcelonában, vagy a lehetőségei képez bárhol, ahol volt, segített, és önzetlenül soha nem kért érte semmit. Tehát de szóval nem, nem anyagiakra gondolok, hanem semmit nem semmit. kért, hanem nem. ez ilyen szívből jövő segítség volt. Különben uh, Madridi oldalról ugyanezt mondják el Puskás öcsibácsiról is. Tehát hogy milyen szerencsés azért ugye a spanyol futball, hogy két ilyen korszakos zseni egy időben, ennél a két mamut világszinten is ugye két Igen. óriási klubnál, akkor abban az időszakban, abban a korszakban ekkora nagyot alakítottak. Tehát, hogy Barcelona oldal, oldalról Igen. Laci bácsi volt az ikon, és mellé Tehát érkezett más... a Kocsis Cibor, Kocsis a másik oldalról Kocsi bácsi, és Igen. azért ott volt egy Di Stefano, akinek nincs köze a magyarsághoz, de hogy a mai napig is, hogy erről a kettősről olyan, olyan tekintetben, meg olyan színvonalon beszélnek, hogy ez, az, az, az hihetetlen. Tényleg ez, ez fantasztikus dolog, és hát most egy Poént csak, hogy amikor gondolkoztak rajta, hogy a spanyolok és a katalánok szétválnak, akkor egyesekbe fölmerült, hogy és akkor mi lesz az El Klasszikóval? Hát abban a pillanatban, hogyha külön ország lesz Katalónia, külön Spanyolország, akkor más bajnokság. Ez mondjuk ez, szerintem... ez egy humornak jó, de... De ez lehet, hogy így Érdekes van. dolog, mert lehet, túl hogy a, van, túl van, a van. politikán, meg ugye ezen a nemzeti öntudaton, én azt gondolom, hogy a Barcelonának nem tett volna jót, mert hogy azért a Barcelona mégiscsak a spanyol bajnokságban edződik, és azért ott most nem csak most aktuálisan, hanem a, a közel vagy a régmúltban is, azért csak egy jó csapatnak mindig kellenek komoly ellenfelek. Tehát a Fradinál is így van, hogy a Fradi és az Újpestnek a, a rivalizálása, az akkor igazán kiélezett, hogyha van egy Újpest is, ami az utóbbi években sajnos nem mondható el, Bizonyán. mondom én ezt Fradi érzelmű emberként, hogy örülnék neki, hogyha az Újpest egy erős Újpest lenne, és hogy minden egyes derbire a fradi játékosok, szurkolók úgy készülnének, hogy hogy itt bármi lehet. Tehát ugye a sportnak azért a kiszámíthatatlansága sokszor egy előny, mert hogy az, az hozza az emberben azt, hogy, hogy ez egy érdekes dolog. Mert hogyha előre kiszámíthatóan történik valami, az egy, egy idő után már olyan megszokottá válik. És amit most elmondtál, pontosan úgy, ezt összefoglalva, hogy nem ellenség nálunk az Újpest sem, hanem ellenfél. Így van. Hát nekem az Újpestben is nagyon sok barátom van, attól függetlenül, ugye én bennem zöld vér folyik, tehát ugye frazista vagyok, de ezzel együtt, amikor a, a, közönség esetleg, pláne nem is az Újpesten játszunk, akkor megjegyzéseket tesz, és nem akarom idézni, de minden esetre nem biztos, hogy ez szerencsés. Mert Azért ott is nagy egyéniségek születtek, Hajra, szeretjük, sőt, sőt. szeretjük őket, igen, és igen. még egyszer mondom, hogy ellenfél és nem ellenség. Igen, ez, ez, ennek így is kell működnie persze, de ennek is megvan ugye a a hagyománya, meg, meg, a kultúrája. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amikor a pályán találkozunk egy újpest Fradi, vagy Fradi Igen. újpesten, ott megszűnik a barátság, ott egész egyszerűen túl akarjuk múlni a másikat. Mi, mi, büszke fradistaként ugye le akarjuk győzni a, az Újpestet, van. mint ahogy az újpestiek is ugye le szeretnék győzni ugye a fradistákat. Így van. Az a cél. És ez a cél, és, és ott valóban ott, 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 ott aztán kikapcsol minden, és csak és kizárólag a céljainkra koncentrálunk. A szurkolók is így vannak ezzel. És hát én még egyszer azt mondom, hogy tehát a sportnak minden országban, minden sportágban visszavezetve kell, hogy legyen egy, 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 egy ellenség, vagy ellenfélkép, inkább ugye jól hogy nem ellenség, hanem ellenfél, akire úgy, úgy ilyen, olyan, olyan, kicsit más habitussal készülsz, hogy egész héten én emlékszem, hogy azért az Újpest meccsekre ami azért egészen más Másképp készültünk. Tehát, ha már hétfő, fú, szombattól lesz a meccs, akkor már én hétfőn izgatott voltam. Hétfőn. Igen. Már szerdán már egészen az alatt voltam, Igen. hogy hogy már itt van két-három nap, és készülünk pénteken a mérkőzés előtti edzésen. Kijött az ülő útra több 1500 ember, megnézni az utolsó edzésünket az újpest előtt, és akkor bent edzettünk a, a stadionba. A szobornál, ott vártak minket a szurkolók, és utána ment még egy másfél órán keresztül még a, a történet, tehát hogy óriási volt. És hát ez a történelemnek egy része, bízunk benne, hogy folytatódik, és ott nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és bízom benne, hogy a nézőknek is érdekes újdonságokat lehetett elmondani, ugyanúgy. Ahogy a baráti kör összejövetelén, amikor te voltál a meghívott vendég, nagyon nagy volt az érdeklődés, nagyon sokan kérdeztek, és még sokáig maradtunk volna, nem jár le az idő. Ugyan. Most is ugyanígy vagyunk, de bízom benne, hogy legközelebb majd megint találkozhatunk, és akkor még förelevelítünk néhány komoly élményt. Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltál, és a nézőknek is köszönjük, hogy velünk voltak. És a viszontlátásra. Örömmel jöttem, köszönöm szépen viszontlátást a mindenkinek.